előre küldtek a kollégák már a betegekről anyagot, hogy fel tudjunk készülni a kezelésükre, itthon tervet tudjunk készíteni, és hát nagyon sok olyan esetet küldtek, ami ilyen extrém mértékű fejlődési rendellenesség, amiket itthon nem látunk, elsősorban kisgyerekekben, ami itthon már nem fordul elő. Különböző nyitott gerinc és koponya fejlődési rendellenességekről van szó. Úgyhogy ezeknek az ilyen súlyos formájával ritkán találkozunk itthon, vagy nem. A személyiségünkből fakadó, ugye a szakmaválasztás alapján is ki lehet ezt találni, hogy nagyjából ilyen kihíváskereső emberek vagyunk, és mindig a határainkat próbáljuk tologatni kifelé. Ez volt az egyik motiváció, ugye a másik, ami szintén a szakmánkból adódik, hogy hogyha ehhez a célhoz még tudunk rendelni egy olyan körülményt, hogy segítünk is rendkívül sérülékeny embereken, akkor ez a kettő, ha összejön, akkor ez így nagyon motiváló tud lenni számomra. Melyik az a betegség, amivel itthon nem találkozott, és valószínűleg Afrikában fog vele találkozni, és talán icipicit tart tőle? Ez most egy meglepő kérdés volt. Hát amit elküldtek, azok közül, amivel mi nem találkoztunk, az meglepő módon egy szülési sérülés következtében kialakult egy úgynevezett növekvő koponyacsöntörés szindróma, amit úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit túlvákumozták a gyereket, és részben a fejét is eltörték, a koponyacsontját is eltörték, illetve kiszívták részlegesen az agyát. Hát azért ezeket, hogyha elő is fordulna ilyen Magyarországon, ezt ellátnánk időben. Jó napot kívánok! Azért fontos a Magyar-Afrika Társaság munkássága, mert ezt vállaltunk 11 évvel ezelőtt, hogy mi is hozzá fogunk járulni a fejlődő országok jóságáért, főleg Afrikának a jólétéért, mert ennek van egy agendája, ami 2030-ra, hogy a világ szegénységet valahogyan ez megszűnik. És az AU-nak már elkezdődött a projektje, és mi a gyógyítással, ami a határ nélküli magyar orvosokkal, ezt készítsünk, hogy a világnak jó hely legyen megélni, főleg ezt a mostani globális világ, ahol most az emberek szeretnék élni.